kajakszerelem vita 2009-ben Amerikába Fazekas Krisztinát, aki előtte három évvel egy edzőtáborban ismerkedett meg Rami Zúr, izraeli amerikai olimpikonnal, akivel összeházasodtak, és a magyar versenyzőnő aztán munka mellett férje segítségével tréningezett, London előtt pedig hazajött a válogatókra, és szó szerint berobbant a bívajerős magyar mezőnybe. Kozák Danuta mögött második lett a válogatón, párosban akár az olimpia esélyese is lehet, hogyha sikerül. Fazekas Zúr Krisztina története következik a londoni kilátásokkal együtt. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Ö, Krisztom, mennyire érezted magad így ennyi év után egy kicsit kívülről jött idegennek, amikor így megérkeztél, és az eredményeiddel együtt berobbantál ebbe az együttkészülő hazani, hazai mezőnybe, nagyjából együttkészülő hazai mezőnybe? Nem éreztem egyáltalán idegennek magam. Megmondom őszintén, volt egy nagyon jó érzésem, amikor leszálltam a repülőről, és pont mondtam is a férjemnek, meg a családomnak, hogy nem érzem azt, hogy nem voltam itthon, hogy minden olyan, mint amikor elmentem, és nincs. Az ember várná azt, hogy Úristen, ez megváltozott, ez ilyen, ez olyan. És nekem van érzésem, ahogy hazajöttem, mintha itt lennék mindig. Szóval, Ugyanezt én... érezted a, a szűkebb sportolói közegben, a társakat, a vetétársakat, illetően is? Hát ö... olyanok, amikor elmentél, semmi sem változott. Igazándiból jobb lett szerintem a kapcsolatom a vetétársaimmal, uh -huh. mint amikor én elmentem. Jó tett neki a távolság. Igen, mondhatni ezt. <laughs> mert, mert ezt is nyilatkoztad az Origónak, hogy, hogy neked, neked, ez a ilyen nagyon intenzív összezártság meg rivalizálás annyira nem feküdt a te személyiségednek. Így utólag tudom ezt mondani akkor úgy nem éreztem azt hittem hogy fekszik de most úgy érzem hogy igen hogy sokkal nyugodtabb vagyok és sokkal jobban tudok magamra koncentrálni mert sokszor elviszi a figyelmemet hogy másokra koncentrálok és mivel hogy most ez nem volt körülöttem ezért sokkal jobban magamat tudtam adni meg magam magamat evezem magamnak készítjük az edzés programomat a férjem már úgy igazán minden rajtam fókuszál, szóval ez úgy szerintem emiatt az eredmények is jobbak. Hogyan nézett ki egyébként egy ilyen tipikus munkanapotok ott az Egyesült Államokban, amikor, amikor ugye készültél erre, hogy, hogy majd hazajössz és itt a válogatón megmutatod? Na, hogy ebbe a, csúcsfelkészülési csúcs időszakban? most a télen én novembertől, vagy októbertől kezdtem el úgy kajakozni, már mint hogy rendesen edzeni, hogy evezni, már mint a kajakban, mert én azért kint evezek stand szőrszki más sportokat is, amit nagyon-nagyon élvezek, és hát dolgozom közben, szóval mondtam, én egy nap úgy néz hogy reggel hétkor elmegyek edzeni, egyzek edzek kilencig, kilenctől délig, vagy hogy olyan kettőig, fél háromig dolgozok, utána elmegyek edzek, és utána megint visszamegyek olyan nyolcig, kilencig dolgozni van, amikor 9 kilencig. És utána bedőlök az ágyba és alszok ez a, ez Azt <laughs> jelenti, jelent. hogy ott, ott ahhoz képest, amilyen előtte itthon volt a helyzet, szóval macerásabb, melósabb, már, és most, most a, a kettő így együtt, már hogy keményen kell dolgozni is mellette. Igen, más, mert itt azért, amit én csináltam, az arról szólt, hogy reggel felkeltem, elmentem edzeni, hazamentem, pihentem, ettem, hogyha itthon edzettünk, aztán elmentem megint edzeni, és megint pihentem, amíg mellette olvasó vagy kb. Ah, na, most most ez a pihenős az annyira nem ismerős. Most a télen nem volt, igazándiból kivettem már, mielőtt jöttem haza egy olyan három héttel, én kiléptem a munkájámról, mert szeretettel várnak vissza, úgyhogy nagyon örülök neki. És, ez viszont jó, mert ez itthon nem ennyire így szokott lenni, a igen, ezt, épp, akkor Jó, de ezt, ezt, köszönhetem azért az eddig elért Aha. eredményeimnek, szóval ezt mindent a kajaknak köszönhetek, úgymond. Uh -huh. és, és kivettem három hetet már, mielőtt jöttem, hogy teljesen a kajakra koncentráljak, és hát nehéz, mert, mert ugye nagyon sok az edzés munka, és én azért nagyon fáradt voltam sokszor, hát személyedzőként dolgozok kint, uh -huh. és ugye ott még az sincs, hogy leülsz, és akkor ott dirigálsz, hogy mit hogy, úgyhogy állandóan állni kell, és ugye koncentrálni kell nagyon a, a kliensedre, mert hát végülis azért fizet, hogy rá rákoncentrálj, és azért néha éreztem, hogy úgy, úgy álmosodok, meg úgy befáradok, és igazából néha nehéz volt, úgyhogy ki kellett vennem egy ö, három hetet, mielőtt jöttem, hogy tényleg csak arra ö, koncentráljak, amit akarok csinálni, úgyhogy így utólag, kívülről látva végül is mi volt neked a, a, bajod vagy a problémád, vagy mi nem feküdt neked személyesen abból a hazai tréningmódiból, amit ugye úgy fogalmaztál, hogy, hogy ebből én egymást kinyírjuk hangulatból. Hát nem egymást kinyírjuk. Hát jó, ez a, ez a mindenki harcol mindenki ellen, nem? Igen, a, a, hát azért mindenki tudja, hogyha több nő össze van zárva egy helyre hoza, hoza, ö, folyamatosabb ideig. Hát mi voltunk azért négy hónapokat edzőtáborban, úgyhogy hétvégénként járunk haza egy napra. Azért ott mindig kialakul valamiféle konfliktus, amit persze próbálunk feloldani, de azért mindig megvan, hogy a vizen, vizen kialakult konfliktust azért visszük a partra is. És ezért a férfiaknál ez azért egyszerű, mert ők jobban, szerintem ők könnyebben ö, feldolgozzák ezeket a vizen, vizen történő összeütközéseket. Amíg, amíg én a mi csapatunkban ez nem volt annyira egyszerű, én úgy éreztem. De nagyon sok pluszt ad egy csapat, szóval én igazándiból hiányolok egy, egy, egy csapatot. Mármint, hogy van jó része, és van Aha. rossz része, úgyhogy... Hát, mint ahogy azt is mondottad, hogy az éremnek két oldala van, hogy azért ennek is vannak árnyoldalai, hogy az ember a férjével dolgozik együtt. Azért azt az, az, az se szeretnéd egész életedre, nem? Igen, ez ez nem könnyű, megmondom őszintén. Én nagyon-nagyon tisztelem a férjemet, és, és, és nagyon jó edzőnek tartom, de az, az, a, az a kapcsolat, ami egy edző és egy versenyző között van, az nagyon nehéz úgymond nem hazavinni, amikor, amikor, amikor mondjuk haragszunk egymásra, vagy ő nem elégedett velem, vagy én úgy érzem, hogy valami nem, nem klap. Persze, hogyha minden jó, akkor minden happy, de általában azért egy edzés alatt azért elfárad az ember, mint amilyen ingerültebb lesz. És akkor ezeket tudni kell ott lezárni, amikor kiszállunk. De ez azért mi, hogy mind a kettőnknek nagyon-nagyon fontos, amit csinálunk, és nagyon szeretjük, meg ugye mindenünket beleadjuk, ezért néha ez, ez tovább megy ennél, hogy nem tudjuk ott lezárni, és akkor na, abból vannak konfliktusok. Na, azt mondnánk viszont, hogy most a, a mostani állás szerint mi jöhet még ki ezekből a ezekből a válogatókból, is hol képzeled el magad? Ugye most a, a, a párosnál partnert váltottál, próbálkoztok egy, egy másik felállással, mi, mi jöhet ki ebből szerinted? Hát én nagyon pozitív vagyok, meg hát azért jöttem, hogy ugye az olimpián induljak, úgyhogy én, én most úgy állok oda a versenyekre, hogy nagyon szeretnék nyerni, és főleg most ugye az egyest az, az nem sikerült, úgyhogy most a párosra koncentrálok teljes erővel. Én nagyon-nagyon én bizakodó vagyok ezzel a versenyen most, ami pénteken lesz. Edzünk rá rendesen, keményen. A Gabival nagyon jó együtt vagyunk, jó, jó egy, nem, hogy mondjam, megértjük egymást, meg a hajó is jól fut, úgyhogy meglátjuk, már nagyon várom, tényleg, szóval már ott lennék és csinálnám. A négyes is ott van a fejedben? A négyes, ez mindig ott van a fejemben, de igazándiból a négyes nem, nem én fogom azt mondani, hogy nyertem az, az a fejében. Igen, ez, a Botondon függ, hogy ő hogy látja. Én kaptam pozitív visszajelzéseket a négyessel kapcsolatban, már mint magam részéről, úgyhogy én bízok benne, hogy a négyesbe benne fog ülni. Elfogyott az időnk, azt mondom még meg, hogy akárhogy is alakul, az megfordult a fejedben, hogy tartósan hazajöjjön? Én mindig szeretnék tartósan hazajönni, mert uh, én, én, sose vágytam el itthonról, szóval ezt tudni kell és nekem nagyon hiányzik, nagyon honvágyos vagyok. Most egyelőre nem látom azt a lehetőséget, hogy hogy tartósan hazajönni, de nem mondanám, hogy nincs benne a, a fejemben, de ez, ez nem csak rajtam függ, ugye a férjem az kint él már régóta, úgyhogy hát át kell gondolni, én mindig, mindig mondogatom neki, hogy milyen lehetőségek vannak itt, úgyhogy ez... Ez szerintem változhat így megálltjuk. a fejemben. Meglátjuk. Akkor hajrá, jó versenyzést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.